1849. október 6-án szándékosan a bécsi forradalom és Latour halálának első évfordulóján Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet. Négyüket a 25. császári és királyi gyalogezred második zászlóaljából alakított kivégzőosztag lőtte agyon, 9 honvédtisztel Franz Bott a brünói hóhér végzett. Magyarország és Erdély teljhatalommal felruházott ura, Hajnau táborszernagy 14 tagú haditörvényszéke, tanúk meghallgatása, védők részvétele nélkül, két tárgyalás után olyan honvédtiszteket ítélt halálra, akik a szabadságharc kitörése előtt a császári és királyi seregben tényleges tisztként szolgáltak, és a szabadságharc alatt tábornoki rangot értek el, vagy önálló seregtestet vezettek. Kiskuma és a város önkormányzata nevében köszöntöm Önöket az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. Tisztelt egybegyűltek! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem Önöket, és beszédet mondhatok ezen a napon, amely mint nemzeti gyásznap arra emlékeztet, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormányminiszterelnökét. Haláluk a magyar forradalom és a szabadságharc vérbefolytásának, a szabadság, az önfeláldozás, az önálló független nemzet szimbóluma. Velük együtt emlékezzünk a mindegy 25 ezer honvédre és azokra a civil áldozatokra, akik életüket adták a szabadságért és a hazáért. Miért meghatározó és egyben szimbolikus ez a nap? Nem csak pusztán a szavakkal kimondott magasztos eszmék miatt, hanem azért, mert ezek mögött a történelmünk által alátámasztott máig ható tények, események, cselekedetek vannak. Olyan eseményeket is szimbolizál, amelyek következtében nagyszerű nemzetté formálták a magyarokat. Több mint 1100 éves kárpát-medencei történelmünket a mai napig meghatározza, hogy országunk Európa földrajzi közepe, de egyben történelmi birodalmak határvidéke, különböző kultúrák találkozási pontja. Nyugaton a nagy gazdasági válságokat elindító németekkel, franciákkal, angolokkal, keleten a szlávok katonai birodalmaival, délen a félhold embertömegeivel. Mindezek szorításában ez a nemzet nem vágyott arra, ami másé. Csak azt akarta, ami az övé. Nem vágytak másra, mint függetlennek lenni, nálunknál nagyobbak között, földet, hazát megvédeni. Nem akartak szolgák és földönfutók lenni saját hazájukban. Élni akartak. Azon a nyelven beszélni, amit csak mi értünk, azzal a kultúrával, amit csak mi adhatunk a világnak. Saját alkotmányt akartak, kormányt, akadémiákat, saját nemzetgazdaságot. Akikre ma itt emlékezünk, nem féltek 1848-ban szembeszállni a feudális királyok szent szövetségével, mert tudták, hogy külön-külön is csak akkor lehetnek szabadok, ha az egész nemzet szabad. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ezt megtanította velünk. Hiába verték le, győztesnek éreztük magunkat. Ezt tudták azok is, akik elnyomtak bennünket, és ezért reszkedtek tőlünk már a legelső pillanatban. Nagy árat fizettünk ezért. A miniszterelnök, az aradi vértanúk, a kivégzett honvédtisztek mind a legdrágább kincset áldozták fel a szabadságért és a hazáért, az életüket. Nekünk, magyarunknak a levert szabadságharc egy modern nemzet megszületését, a megszállóknak csak szégyent és kolerát hozott. Akik ellenünk összefogtak 6 évtizeddel később, egymásnak estek,
és magukkal rántották azt a régi Európát, szellemet, életfilozófiát és jellemet, amely valaha az emberiség élére emelte földrészünk nemzeteit. Tisztelt ünneplők! Kossuth Lajos azt mondta nekünk, hogy a múlt a jövendő tükre. Mi a múltunkból, történelmünkből megtanultuk, csak az erősek maradnak fent. És akik emléke előtt ma fejet hajtunk, megtanították, hogy az összefogás, az igazságba vetett hit és a kitartás vezet győzelemre. Tisztelet a bátraknak, éljen a haza! A következőkben kérem hallgassák meg Sáfrán Ferenc, a kiskunmajsai Móra Ferenc óvoda, általános iskola és egymi 6. osztályos tanulójának előadásában Pósa Lajos, Mit olvasol édesfiam című versét. Pósa Lajos, mit olvasol édesfiam? Mit olvasol édesfiam? Egy gyönyörű tündérmesét. Tedd le, olvasgass ma Magyarország történetét. Olvasd ma Damjanicsról, Kis Ernőről, Nagy Sándorról. Olvasd, fiam, az aradi 13 tábornokról. Magyarország története hulló könnyel van beírva. A szabadság istennője minden, de minden lapját telesírta. De egy sincsen olyan gyászos, mint az, amely őróluk szól. Olvas, fiam, az aradi 13 tábornokról. Négyet köztük agyon lőttek, 9-et felakasztottak. Bátran mentek a halálba, de egy szóval sem rimálkodtak. Zokogó szél sír a Rónán, bús panasz kél a halmokról. Olvas, fiam, az aradi 13 tábornokról. Tudod-e, hogy miért haltak meg azok a nagy hős leventék? Jól jegyezd meg, jól tanuld meg, mert a hazát hőn szerették. Szereste is, s a hősökért, imaszáik ajakodról. Olvas, fiam, az aradi 13 tábornokról.